történt. Mondjam, nagy nehezen felkészülök a korhű és nyelvű kiejtésre, erre nem adsz hangot. Tehát P.G. Woodhouse, angol író, aki Pelham Granville volt, 1881-ben, október 15-én született, hát Shakespeare alá sorolják az angol irodalomban, de minden más angol író fölé egyes vélekedések, szóval így érdemes az ő aranyköpését hallgatni, mert így hangzik. Különös jelensége az életnek, hogy azok az emberek, akiktől leginkább szeretnéd távol tartani magad, épp azok ragadnak rád, mint a mustártapasz. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Kisbefektetők, figyelem, 4 éve nem volt ilyen a magyar tőzsdén, értelmezhető részvényjegyzés lesz. Ugyanis nem is akármilyen, igen. Az Autovallis fogja ezt végrehajtani. A részleteket Ormosi Gábortól, az Autovallis NRT vezérigazgatójától tudakoljuk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! No, hát először is a fő paramétereket szeretnénk hallani. Mikortól, mennyit, milyen értékben? No, ha már beszéltünk róla egy miértet is, akkor azért világítsuk meg csak röviden, jó? Hogy hogyan jutottunk ide gyorsan? Hogy hogyan jutottunk ide? Igen, hogy miért van szükség rá? Igen, hogy jutottunk el a részvény a kis befektetők számára fölkínált részvényekig. Oké, hát nem akarom húzni az időt, de valóban egy 2019-ben megkérdezett stratégiai úton haladunk. Tényleg a tőzsdei sztorink az egyértelműen követi az akkor közzétett terveket, egy kicsit gyorsabban, mint ahogy akkor gondoltuk, hiszen mind a növekedési stratégiánk, mind a tőzsdei szereplésről szóló stratégiánk meglehetősen nagy sebességre kapcsolt 2020-ban. Ugye akkor azt mondtuk, hogy 2024-re megduplázzuk a cég árbevételét és az eredményét is nagyjából, de ezt valójában a 2020-as tranzakciók hatására, ez 5 nagy tranzakciót jelent, gyakorlatilag 2021-re elértük ezeket a célokat, és ennek megfelelően meg is dupláztuk újra a stratégiai célkitűzést, így a 2021-es 200 milliárdos várt árbevételünket most 2024-re már 400 milliárdra várjuk. Tehát ennek a támogatására, illetve eredetileg ugye a korábbi stratégiai növekedés támogatására határoztuk el a tőzsdei szereplésünket és ahhoz kapcsolódó stratégiánkat is, amelyben ugye az szerepelt, hogy egyrészt intézményi befektetők tőkeemelésével, másrészt a tranzakciók részben részvénycserével, tehát tőkeemeléssel való végrehajtása mellett kötvény finanszírozást is szeretnénk bevonni, és ezzel ugye kihasználni a nyilvános szereplésnek az összes előnyét. Tavaly és tavaly előtt összesen közel 10 milliárd forint kötvényt bocsátottunk ki, aminek nagy része zöld kötvény, illetve összességében így tranzakcionálisan és zárt körű intézményi tőkeemelések során 6 milliárd forint tőkét vontunk be. Ezzel ugye ezt a nagyon nagy növekedést, amit 2020-as tranzakciókkal éltünk el, egy egészséges mérlegszerkezettel tudtuk végrehajtani, tehát a növekedés nem borította fel a struktúrát, hanem le tudtuk követni ezt a finanszírozási oldalon is. És hát ennek a tőzsdei stratégiának a következő és egyben legfényesebb mérföldköve lesz az a nyilvános tőkebevonás, ami a lakosság számára is elérhető befektetési lehetőséget prezentál. Minden tőzsdére készülő vagy tőzsdére szereplő cég életében ez a legfontosabb pillanat. Mi is nagyon vártuk, és nagyon-nagyon örülünk, hogy már most októberben el tudjuk érni ezt a pillanatot. A tegnap előtt az MNB jóváhagyta azt a tájékoztatót, amelyet tegnap nyilvánossá is tettünk, és így elindult fölöttük a rakétát, elindult az a tranzakció, aminek egyébként akkor a fő paraméterei úgy foglalnám össze, hogy a jegyzés maga az október 25-én indul a lakosság számára, és tart november 9-éig. Az intézményi része az november 2-án kezdődik, és tart szintén november 9-éig. Az ásába, amin meghirdettük a kibocsátást, a 107 és 122 forint közé teszi a várható konkrét befektetési árat. Ez ugye a
tegnapi nyilvánosságrohozatal előtti zárónap 127 forintjához képest ugye érdemi diszkontot is tartalmaz ilyen értelemben. Maga a kibocsátás mérete az 6-8 milliárd forintra várom én, de ehhez képest egyébként egy 25%-os túljegyzést is lehetővé tettünk, és hát megint csak akkor visszautalok a kérdésre, hogy a legfontosabb része a lakossági értékesítésben is valahol 1,5 milliárd forint közötti allokációt szándékozunk. Az ár hogy fog kialakulni? Igen, mert ugye ársávot hallottunk 107 és 122 forint között itt, akkor milyen áron kell leadni azt a jegyzést? Az intézményi jegyzés határozza meg, és az lesz érvényes a kisbefektetői részre is? Pontosan. Valóban régen volt már ilyen kibocsátás, de követjük egyébként a klasszikus ármeghatározási és tranzakciófelépítési struktúrát. Az intézményi jegyzés lesz az ármeghatározó, az ottani szakértők, hogy nem tudom, tehát a profi befektetők leadott jegyzései alapján, amit egyébként 5 vagy 6,5 milliárd forint értékben várunk, tehát ebben a sávban remélünk, de hát itt is ugye a túljegyzés az itt vár. Tehát ez a mérték fogja meghatározni az árat, és a lakossági jegyzés ugye korábban is indul meg, nyilván a tumultuózus jelenetek elkerülése érdekében hosszabb ideig is van nyitva. Egyébként az OTP bank hálózatában és egyben online is, ebben is forradalmiak vagyunk, tehát online is tudnak részvényt jegyezni a befektetők. Tehát, hogy ez a befektetők ugye korábban kezdik a jegyzést, így az ársáv tetején kell megtenniük a kötelezettségvállalásukat, de természetesen amennyiben az ársávon belül lejjebb kerülne sor a végleges ármeghatározásra, akkor visszakapják a befizetett. Két gyors kérdés még, ezek új kibocsátású részvényeke, illetve hogy van-e eladási korlátozás, tehát van-e ilyen időszak, ameddig a befektetők nem adhatják el a papírjaikat? A befektetők általában semmilyen korlátozással nem szembesülnek. Szerencsére most már a likviditás is jelentősen megugrott itt az utóbbi időszakok jó híreinek megfelelően. Egyébként bővült már ettől is a részvényesi kör is, aki már akkor 2800 részvényes van, tette eddig bizalmát a mi részvényeinkben. Tehát visszatérve a kérdésre, ugye a új kibocsátású papírokról van, ez szója volt a másik. Ez a legfontosabb, hogy ez csak tőkemelés. Először van lehetőség arra, hogy a lakosság is részt vegyen a részvénykibocsátásunkban, de ez tőkemelés, hiszen továbbra is a növekedési stratégiánkat finanszírozza. Így minden pénz arra a pipeline-nak a finanszírozására fordítódik, amit most a következő 2-3 évben 16-38 milliárd forintnyi fejlesztés, üzletfejlesztési projekt, illetve akvizíciók tekintetében, tehát ekkora pipeline-t állítottunk össze, ennek az egyik lába ugye ez a tőkeemelés. Oké. Erről egy mondatot esetleg lehet még mondani, hogy mi van a csőben terjeszkedés, fejlesztés, akvizíciók ügyében? Ugye a stratégiánk mentén haladunk továbbra is, ami ugye azt jelenti, hogy egyrészt szeretnénk erősíteni a szolgáltatási portfóliót, hiszen az autóipari átalakulásnak ez az egyik legfontosabb következménye, hogy a következő évek arról szólnak, hogy a kiskereskedelem, nagykereskedelem és meglévő szolgáltatások, ugye szerviz, autóbérlés, autómegosztás, ezeknek az aránya a megítélésünk szerint a szolgáltatások irányába fejlődik. Egyben ez ugye az eredményesség termelőképességet is javítani fogja. Tehát itt regionális forgalomkezelő tevékenységem kiépítésétől kezdve a digitális értékesítési csatornák felépítésén keresztül a Business Intelligence stratégiai projektünk végigvitelét jelenti, tehát egy elég jelentős IT fejlesztést is, ami ezeket kiszolgálja. Ennek nagyjából 5-8 milliárd forint finanszírozási igénye, de a hagyományos kiskereskedelmi tevékenység földrajzi kiterjesztését is szándékozzuk, ugye ez azt jelenti, hogy több márkás, több telephelyes stratégiai lokációkban lévő kiskereskedelmek, illetve szervizpontok tekintetében szeretnénk bővülni, részben felvásárlással, részben ingatlan beruházásokkal, erre 7-21 milliárd forint közötti összeget szánunk, és hát a nagykereskedelmi tevékenységünket is szeretnénk erősíteni, mind regionálisan ugye tovább bővülni, akár a meglévő márkákkal, akár új márkák bevonásával, erre is eltettünk 4-9 milliárd forintot.
Okay. Ötletet. Jó, nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert hozzá, külön a kibocsátáshoz is, meg nyilván a terjeszkedési tervek a stratégia megvalósításához. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük a lehetőséget. Szervusz, viszont hallásra. Az autóval is küszöben álló részvényjegyzéséről kisbefektetők 4 év után juthatnak papírokhoz. Ilyen formában október 25-én kezdődik, erről beszélgettünk Ormasi Gáborral, az autóval is nyerté vezérigazgatójával.